Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Isten népe ébresztő, nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket innen Miskolcról, Forrásházból. Közeledünk már a hétvégéhez, de folytatjuk a realitás rapszódiájának a tanulmányozását. Hálásak vagyunk, hogy velünk tartatok. Drága mennyi, Atyám, szeretünk és áldunk téged. Köszönjük, hogy a te elhívásaid megbánhatatlanok. Köszönjük, hogy a te igét kiárad, és használsz minket a te dicsőségedre. Imádkozom azért, hogy vigyél minket tovább a te akaratodban, és hogy Istenek a népe nagy korúságra jusson, hogy a Krisztusnak a mennyasszonya szeplő és sömörgőzés mentes legyen. A Jézus nevében. Ámen. A mai üzenet címe: Győztes örökség. A 2. Korintus 2.14 azt mondja: Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Krisztusban nem azért imádkozunk, hogy győztesek legyünk. Ez a mi örökségünk, ez a mi életünk. Arra születtünk, hogy mindig és mindenhol diadalmaskodjunk. Ezt mondja az ige, és ez változhatatlan. Engedd, hogy szellemed megragadja ezt az igazságot, és élj ennek megfelelően. Szeretném felhívni a figyelmet egy fontos dologra. Azt mondja az ige, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket Krisztusban. Nem azt mondja, hogy győzelemre vezet, hanem hogy diadalra. Most is szeretném a különbözséget tennénk, mert a győzelem az azt jelenti, hogy legyőztem az ellenfeleimet. Az ördögöt. De őt már legyőztem. Ő diadalra vezet minket. A diadal, és ne felejtsétek el, amikor leírta Pál ezeket a szavakat, a római környezetben élt. A diadal a győzelem bemutatása volt. Nem azt jelentette a diadal, hogy a csatában e, e, legyőzték az ellenséget. Az a győzelem volt. Amikor a római tábornok legyőzte az ellenségét. A diadal az volt, amikor a római tábornok visszatért a fővárosba, és a legyőzött ellenséget láncra vonva bemutatta. Na most, ez nyilván egy pogány szokás volt, de a diadalmenet az a győzelmednek a bemutatása. Ö, Isten téged nem győzelemre vezet, mert már győztél. Krisztus győzött, hanem bemutatja a győzelmet, győzelmi menetet mutat be neked. Amikor diadalra vezet, az azt jelenti, hogy nézd meg, lásd, és látod, hogy az ellenség megvan hurcolva, láncra van verve. Ki az ellenség? Az ördög. És hogy meg van szégyenítve. Ez a diadal. Mindig diadalra vezet. Nem megnyered a csatát, mert a csata már meg van nyerve. Igazából nem is harcolsz, hanem bemutatja neked a diadalmat, hogy már le van győzve. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz kihívásokkal találkozni, hanem azt jelenti, hogy biztosan és mindig győzni fogsz, függetlenül a kihívásoktól. Tehát teljesen mindegy, hogy mi történik. Hol találod magad, vagy kiáll ellened több vagy, mint egy győztes. Soha nem lehetsz hátrányos helyzetben. Isten mindent megadod neked, ami ahhoz kell, hogy minden nap győztesen élj. Neked adta a Szent Szellemet, neked adta az ő igéjét és Jézus nevét. Képességet adott neked a beszédre, hogy használd a szavakat. Szavaiddal beállítod a jövődet a siker és győzelem útjára. Folyamatosan diadalmasá teheted az életedet. Bármit mondasz, az biztosan megvalósul, ezért a viszontagságokkal szemben hirdest ki Isten igényét. Időnként erősítsd meg a szavaiddal, hogy jó dolgok jönnek és történnek veled és körülötted, mert a Föld tele van az úrjóságával. Használd a szádat, a szavaidat, hogy a győzelem útján tartsd magad, átalakítsd a körülményeket, és hozz változást a helyzetekbe, hogy megfeleljenek Isten tökéletes akaratának. Azt mondja a négy Mózes, hogy a, 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 kihívás számunkra olyan, mint a kenyér. Olyanok nekünk, mint a kenyér. Amikor elment a tíz en kettő kém kikémlelni az ígéret földjét, tíz kém azt mondta, hogy jaj, jaj, nagyon szép föld ugyan, nagyon szépek a gyümölcsök, a fák és minden, de nagyon erős nép lakik ott, akit nem tudunk legyőzni. Ám azt mondta kettő, Káleb és Józsué, -ja, hogy ők kenyér nekünk. 4 Mózes 14, 9. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől. Mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Tehát a kihívás olyan, mint a kenyér. A, kihív, a kenyér az táplál és felnövel. Szóval üdvözöld a kihívásokat, mert szükséged van rá. Tudd meg, hogy minden egyes kihívást azért enged meg Isten az életedben, mert tudja, hogy győznél. A korintusi levélben azt mondja az ige, hogy nem kísért úgy, hogy el ne hordoznál. A, a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja az Úr. Tehát, tehát sosem kerülsz nagyobb próbatétel elé, mint, ami, mint amit elbírsz hordozni. Sosem kerülsz nagyobb próbatétel elé, mint 1 Korintus 10 -13. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd. Tehát, tehát sohasem, az Úr sohasem vezet téged olyan próbákba, amit túl sok neked hanem megadja a, kísér... megadja a, kimenekedést. Isten mindig meg fogja adni. Legyél hűséges az imában, és mindig ezen legyen a szemed. Például ez, ez, egy dolog, hogy azt mondja az ige, hogy az Úr jóságával tel a föld. Ha te nem ezt tapasztalod, akkor ne siránkozz. Hanem vald meg, hogy ez így van. Ez egy teszt. Neked egy kiképzési program, hogy megéld ezt az igét. Azt mondja az igé, hogy az Úr jóságával telve a Föld. Te nem ezt látod, akkor neked kiképzésre van szükséged ezen a területen, hogy azt lásd. És ez erre való. Ezért adj hálát. Ha jól megy a dolgod, dicsőség az Úrnak. Ha nehézség, dicsőség az Úrnak, mert fejlődsz és jobban fog menni. Amen. Ámen, drága testvéreim, nagyon örülök, hogy velem tartottatok, és elmondjuk együtt most a megvallást, imádkozunk együtt. Mondjatok kérlek utánam, drága atyám, köszönöm az igédet, amelyel ma és mindenkor diadalmasan élek. Nem számít, mi történik körülöttem, én mindig győzök. Élvezem a napjaimat a sikerben, a haladásban, a békében, az örömben, az egészségben és a végtelen jólétben. Hitelteli szavaimmal átalakítom a körülményeket. És megváltoztatom a helyzeteket, hogy megfeleljenek a te tökéletes akaratodnak az életemre nézve. Jézus nevében Ámém. Ámen, ámen és ámen. Drága testvéreim, nagyon örülök, hogy velünk tartottatok. Holnap már kezdődik a hétvége, de ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Az Úr áldjon meg Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!